Üdv mindenkinek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban 5 dolgot szeretnék megmutatni neked, amit soha ne csinálj a szóbeli nyelvvizsgán. Nos, ha érdekel téged az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant és letenni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent a videó leírásában nézz rá a tréningjeimre. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, tehát 5 dolog, amit ne csinálj a szóbeli nyelvvizsgám. Nos, felkészítő tanárként és vizsgáztatóként 5 olyan hibát szeretnék megmutatni, amelyekkel sajnos a mai napig nagyon gyakran találkozom, és amelyeket te mindenképpen kerülj el akkor, ha sikeres nyelvvizsgát szeretnél tenni. Vágjunk is bele. Az első és a legfontosabb, ne magolj be kész szövegeket. Nos, a szóbeli tételek általában elérhetőek az adott nyelvvizsga honlapján. Tehát ezek a tételek mindenki számára ismertek, bárki felkészülhet belőlük. Azonban nagyon sokaknál ez a felkészülés még mindig egyfajta magolást jelent, ezt te mindenképpen kerüld el. Tehát egyrészt lehet, hogy belezavarodsz, elfelejtesz valamit, és teljesen felborul az egész monológ, pláne akkor, hogyha a vizsgáztató belekérdez. Másrészt pedig a vizsgáztató a másik oldalon pontosan látni fogja, hogy te nem beszélgetni akarsz vele, tehát ez nem egy beszélgetés, ami itt zajlik, hanem fel akarsz mondani neki egy kész szöveget. Biztos, hogy meg fogsz bukni, hogyha ezzel a taktikával próbálkozol. Második számú tipp, ne mondj túl keveset. Ugye, amikor elkezdesz beszélni, és a vizsgáztató látja, hogy jól haladtok, általában feldob neked 2 vagy 3 kérdést a témával kapcsolatban, de ez is lehet, hogy más témával kapcsolatban. Nos, semmiképpen ne adj egyetlen szavas válaszokat ezekre a kérdésekre. Tehát még akkor sem, hogyha a vizsgáztatótól egy eldöntendő kérdés, tehát egy yes-no question-t kapsz, akkor is törekedj arra, hogy 2 vagy 3 mondattal válaszolj a vizsgáztató kérdésére. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez egy beszélgetés, tehát a szóbeli nyelvvizsgán azt értékelik, hogy mennyire tudsz folyékonyan beszélni. Harmadik számú tipp, ne aggódj a tartalom miatt. Igen, ez lehet, hogy furcsán hangzik majd a számodra, de az, hogy a vizsgán mit mondasz, tehát hogy mit mondasz a tartalom, az tulajdonképpen másodlagos. Tehát ami igazán számít, az egyrészt a folyékony beszéd, tehát hogy folyamatosan kommunikálj angol nyelven, a második dolog pedig a nyelvtani szerkezeteknek a megfelelő és helyes használata. Tehát erre fog figyelni a vizsgáztató. Ha el tudsz mondani egy szellemes, de butácska történetet valamivel kapcsolatban, akkor azt mondom, hogy érdemes ezt megpróbálni, mert a vizsgáztató ebből azt látja, hogy könnyedén és magabiztosan mész bele egy történetmesélésbe, nem kell azzal foglalkoznod, hogy ez a vizsgáztató számára mennyire lesz érdekes, mennyire lesz butácska, vagy mennyire lesz izgalmas. Negyedik számú tipp, ne aggódj, ha nem tudsz azonnal válaszolni egy kérdésre. Ez nagyon gyakran felmerül ez a probléma a nyelvvizsgára készülő diákokban, hogy mi van akkor, hogyha nem tud rögtön választ adni valamire. Nos, teljesen természetes, néha még a magyar nyelvben is, ugye amikor beszélgetünk a barátainkkal, szüleinkkel vagy ismerősénkkel, hogy hezitálunk, gondolkodunk egy válaszon beszélgetés közben. Nos, ugye a vizsgán, amikor izgulsz, akkor ez hatványozottan igaz, és egy bizonyos mértékig elfogadható. Tehát nem kell minden kérdésre azonnal és csípőből választ adnod. Van néhány olyan mondat és szófordulat, amivel azonban időt nyerhetsz, tehát elkerülheted a kínos csendeket, de ugyanakkor jelezheted a vizsgáztató felé, hogy hamarosan te válaszolni fogsz, csak egy kicsit szeretnél gondolkodni ezen az adott kérdésen.
Melyek ezek a szófordulatok? Például a leggyakoribb és legegyszerűbb ugye a well, nos. Vagy mondhatod azt, hogy that's an interesting question. Ugye? Ez egy érdekes kérdés. Let me think. Well, my opinion is that. Ugye? Hadd gondolkodjam. Nos, a véleményem az, hogy ezzel ugye már is csináltál magadnak 4-5 másodpercet, és közben kitalálhatsz egy frappáns választ az adott kérdésre. És az ötödik és egyben utolsó tanács, ne gyújts rá cigarettára a vizsga előtt. Igen, ez is lehet, hogy furcsán hangzik majd, miközben ennek az egésznek, tehát a cigarettázási szokásaidnak a középfokú nyelvvizsgához. Nos, két dolgot és két személyes példát szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Lehet, hogy a vizsga közben a cigarettázás miatt rájön egy köhögési roham, és ez tönkre fogja tenni az egész szóbeli nyelvvizsgát. Ez sajnos megtörténhet, én találkoztam már nem is egyszer ezzel az esettel. A második számú dolog egy személyesebb dolog, ugye nagyon-nagyon közel ültök egymáshoz a vizsgáztatóval, ez a távolság általában 1 méter, és hogyha konkrétan neki beszélsz, és rálehelsz, lehet, hogy ő egyáltalán nem fogja akarni érezni a cigi szagot a lehelletedben, és kialakul egyfajta negatív és kellemetlen benyomás a vizsgáztatóval, a vizsgáztatóban veled kapcsolatban. A vizsgáztató is ember, úgyhogy ezt vegyük számításba, tehát ne gyújts rá cigarettára közvetlenül a vizsga után, ha mindenképpen szeretnél dohányozni, akkor várd meg a szóbeli nyelvvizsga végét. Nos, én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, kérlek, oszd meg ezt barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!